Na hát sziasztok, skacok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Megmondom az őszintét, hogy én nem szerettem volna erről, úgymond dumázgatni, de úgy gondolom, hogy ennyivel tartozom nektek, ugyanis néhány dologra felszeretném hívni a figyelmet, ami elég veszélyes lehet azokra az emberekre, akik ö, ugyanígy ezt a prank irányvonalat, valamint interjú irányvonalat szeretnék követni a későbbiekben. Amit amúgy, nem azt mondom, hogy nem ajánlok, csak tényleg olyan ember csinálja, aki, hát hogy mondjam nektek, van vér a pucájába, lényegében. nem arról van szó, hogy én akkor nagy ember lennék, meg olyan kemény ember lennék, meg hasonló dolgok. Én lényegében csak szeretem az embertársaimat, és hát valaki ezt nem nagyon tolerálja ezt a nagyon kedves hozzáállást, ezt a szókimondó hozzáállást, ezt a mindenkihez oda szólok hozzáállást. Sokat már tőlem a komment szekcióban, hogy nud lesz, téged nem akartak már megverni ezekért a videókért? Ilyen dolgokért, mert ilyeneket kérdezel az emberektől? Satöbbi, többi. De sajnos igaz az állítás, a magyar ember hozzáállása az egyáltalán nem olyan, mint a külföldieké, nem ugyanolyan a felfogása sem. Én mindig azt próbáltam magamba táplálni, hogy de, de, mégis olyan ugyanolyanok vagyunk, mint a külföldiek, hasonló felfogás, nem vagyunk, hogy mondjam nektek, alacsonyabb szinten, de így pár nappal ezelőtt sajnos rá kellett jönnöm, hogy, hogy de, hogy mégis, mégis így van a dolog, még így Salgó fejjel is reménykedtem abban, hogy, hogy ezeken a dolgokon lehetne változtatni, hát nem feltétlenül az én videóim által, de csak úgy Értitek, itt felfogás terén. Nekem egy ilyen prank vagy interjú videó forgatása az ö, egyáltalán nem 5 perc. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy lesz bátyja, ki talál egy témát, kimegy az utcára, felveszi a videót fél óra alatt, jön rá 30 ezer megtekintés. Ez egyáltalán nem így történik. Egy ilyen videó lényegében 2-3 órát... Ö, foglal magába. Amúgy zárójelbe, ugye a dancsós akció után is változtattam a stílusomon, tehát én már most nem úgy forgatom az interjú videókat, hogy elindítom a kamerát, elindítom a hangfelvételt a telefonomon, és csak úgy járkálok mindenkihez, oda megyek, hanem először oda megyek a járók simán, egyeztetek vele, és hogyha rábólint, hogy mehet a kérdés, amit fel szeretnék neki tenni, akkor ugye elindítom a kamerát, elindítom a hangfelvételt, és tehát teljesen normál mód, módon, normál körülmények között mennek a dolgok, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy úgy lesz, ő megy mindenkinek az életébe, belekontárkodik, aztán lesz, ami lesz. <tosz> Na most, hát így a prank kapcsán ezt <tosz> nem nagyon bírom elintézni, ezért is kaptam egy nagy pofont az élettől lényegében. Hát, ja, most így rám néztek, látjátok, hogy mi a szitu, annyira nem szeretném itt részletezni a dolgokat, nem az, hogy akartok már megverni, vertek is már meg, lényegében rám néztek, egy kicsit az élet látni, hogy, hogy yes, igen, ez indította ki amúgy az egészet, hogy amúgy megcsinálom ezt a videót, lényegében. De volt már egy, egy olyan illető is, prank videókban, aki hát előkapta a zsebéből a, hát igen, a kis döfőt. Ebből az egészből csak annyit szeretnék kihozni, hogy aki prankelni szeretné itt Magyarországon, az kössé fel a gatyát, mert nem olyan minden, aminek látszik. Az én videóimban kifejezetten azokat a jelenteket látjátok, amik már amik már beleillenek a videókba. Tehát az olyan dolgokat, amik, amiket nem rakok bele, az lényegében nem látjátok. És ez a másfél órás nyersanyagból általában 8 perc szokott kijönni, értitek? Tehát, hát igen... Igazából csak ennyi szerettem volna így elmondani nektek, hogy nagyon vigyázzatok magatokra, sajnos a veszély az nem elkerülhetetlen, de kössétek fel a gatyázt, jó? És ne nagyon kövessétek az én példámat, légy szíves, mert ilyenkor én titeket féltetek a legjobban gyerekek, hogy rólam akartok példát venni, rólam ne vegyetek példát, rólam senki ne vegyen példát. Ennyit szerettem volna, skacok, ez csak így rövidke kis dumázgatásba, ö, majd... Találkozunk a későbbiekben, nem tudom mikor. Most kicsit elmentek a kedvem a dolgoktól, megmondom nektek az őszintét, de összeszedem magamat, aztán aztán nyomjuk, jó? Tehát ennyi. Oké, okay. kösz, levasztok!